Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videónkhoz, ahol itt van velem egy fantasztikus vendég, nem más, mint dr. Hevesi Kriszta, szexuálpszichológus. Sziasztok! És az apropó, amiért itt van velem, az nem más, mint hogy megint lehetőségem van együtt dolgozni a Gyurex-szel, és természetesen ki mást is hívhattam volna, mint őt. Nagyon fontos elmondanom, hogy 16 éven felülieknek ajánlott a tartalom, egyértelműen szexuális dolgokról fogunk beszélni. Kizárólag. Először is meg szeretnélek kérni, hogy pár szóban mutasd be magad. Nem hiszem, hogy van olyan, aki nem ismer, de azért mutasd be magad. Igen, az tény, hogy sokat vagyok a médiában, és szexuálpszichológusként meg erre szoktam azt mondani, hogy én tanítom például az egyetemen, mert az ELTE-n tanítok, a Pedagógia és Pszichológia Intézetben pszichológusként vagyok ott, adjunktus, és tanítom én a személyiségfejlődés biopszichoszociális aspektusait is, itt kapcsolták mindenki másik csatornára, de az senkit nem érdekel, úgyhogy lényeg az, hogy szexuálpszichológus vagyok, és egyébként pont ugye itt a téma pikantériájához hadd tegyem hozzá, hogy én szerintem az a baj így a szexuális edukációval, hogy valójában mindig miről beszélünk, a riogatásokról, ugye? Tehát a felnőttek, a miért ne szexeljünk, amikor pedig hát mindenki csinálja, és ez a lényeg, hogy a világ legcsodálatosabb dolga, pont ezért kell rá vigyázni. Ehhez képest nem a csatornán, hanem általában így az intézményi rendszerek milyenek, hogy néz ki. Hát jellemzően miről van szó? A nem kívánt terhességről, ugye hát ilyen szempontból a szexuális úton terjedő betegségekről úgy, hogy ilyen csúnya dolgokat vetítenek, úgyhogy tök jó, hogy most ezzel arról beszélünk, hogy mit is tehetünk. És hogy maradhat, ez nagyon fontos, és erről szól, hogy élvezetes is emellett a szex. Így is van. Az első kérdésem, ami természetesen az obszer használathoz kapcsolódik, az nem más, mint hogy a fiúk nagyon szeretnek kifogásokkal előállni, hogy miért is nem használnak obszert. Szerinted mik azok a kifogások, amik a leggyakoribbak, vagy a leghihetetlenebbek? Hát mondjuk kezdjük az elején azt, hogy ott bénázik, hogy húzza föl, már én kérek elnézést. Tehát azt, hogy akinek nem minden nem veszi magára. Így van, a többiek így vannak ezzel, ugye kivétel az mindig a szabály. Hogy például, és ugye régebben meg volt ez a pont emiatt, hogy a banánra, vagy sárgarépára is úgy mutatták be. Minden egyébként így szokták bemutatni az edukációt, pontosan. Nem? Pontosan. És én ezt egyáltalán nem tartom jó ötletnek, mert szex közben hát egy eszembe jut, amint éppen így bemutatták. És hát nem tudom, szóval nem röhögni akarunk szex közben, hanem élvezni az együttlétet, meg hát aztán jön a banán mérete, hogy éppen melyik tájról származik, ugye van a régi banánokra gondolok természetesen, az én kis sütőbanánokra, úgyhogy ezért nem tartom ötletnek, hanem mi a megoldás, ez a végy egy tucat. Obszert és gyakorolj. Nagyon fontos. Erekcióban gyakoroljál, mert hogy volt nekem olyan kliensem, akinek sehogy nem sikerült fölpréselni, ugyebár puha állapotban, szóval nyilván ez. És mire eljut a 12-ig, szerintem már hamarabb, garantáltan így fog menni. Tehát ez egy kifogás szabad lenni. Itt bocsánat, annyit hozzátennék, hogy ha cikinek tartjátok azt, hogy bemenjetek a boltba, megvegyetek egy óvszert és a pénztárnál kifizessétek, 5 millió hely van már az interneten, ahol meg tudjátok rendelni, teljesen sima dobozba megérkezik, jelöletlen dobozba, átveszed és gyakorolhatsz nyugodtan, ugye? Nem úgy, mint egy teszem hozzá, tehát a vibrátornál mondták ezt, hogy mennyire nagyon diszkrét kiszerelésben. A kiszerelés a diszkrét volt, ez ilyen poén volt, viszont a kocsi, amit megérkezett, így zenélt, és egy hatalmas nagy kuki volt a tetején, szóval ez nem így néz ki, tehát ennél azért messze menően diszkrétebb a kiszállítás. És ha már megkaptuk, akkor ugyebár kinyitjuk, és kérdés az, hogy itt az élvezet értékét szokták mondani a fiúk, hogy nem ugyanaz, mint hogyha. És hát azért most egy picit nosztalgiázzunk, hogy mondjuk ugye a középkor 1490-ben volt egy akkora nagy világjárvány, szexuális úton terjedő, hát igen, ugyanígy elhalálozáshoz vezető, vagy akár gondoljunk a szifiliszre például, ami akár tehát itt mindenféle gerincsorbadás, tehát van nagyon komplet most itt a régi elnevezését mondom, hogy akkor annyira féltek az emberek, hogy a következő úgy keresztelték el, hogy Vénusz kesztyűje, és például készült halhólyagból.
birkabélből. De hallottam olyat is, ami például még ilyen kis teknőc is volt, amikor valaki nagyon fél, tehát egy teknőcpáncél volt a maknak a védelmére, tehát ehhez képest... A mai óvszerek, amikor ízesített, bordázott, extra vékony, konkrétan nincs olyan, amit nem tudsz elképzelni, úgyhogy örüljetek, hogy nem akkoriban éltetek, és olyanokat kellett hordani. Már majdnem ne érted szexel. De nem. Hát körülbelül. Hát ez szokott még kifogás lenni, vagy például a következő, mondjuk így az anális szex esetében, hogy azért ugyanakkor itt gondoljunk ugyanígy akár a meleg párokra, vagy pedig egyáltalán a heteropárok esetében, hogyha viszont az alternatív formákat, nem a hagyományost választják. Tehát oké, hogy teherbe nem eshetek, viszont, tehát is itt lépnek be a szexuális úton terjedő betegségek, amiről tudni kell, hogy minél nagyobb a sérülés kockázata, tehát hogy bekerül a vérbe a másik által birtokol dolog, tehát annál valószínűbb, hogy elkapjuk. És mi van, hogyha elkapjuk? Tehát akkor például a kimondottan akár a termékenységnek, vagy a nemzőképességnek is a rovására megy. Férfiak esetében oké, tehát itt azért azt megjegyeznénk, hogyha valami ilyesmi van, akkor így parkodni kell az orvoshoz, hogy még azelőtt, mielőtt tényleg úgymond irreverzibilis, tehát hogy nem maradandó lesz ez a fajta károsodás. Itt azért elmondhatjuk szerintem, hogy nem mindegy, hogy milyen okból kifolyólag lesz felejthetetlen az az éjszaka. Pontosan. A vakarózás miatt, vagy pedig hát sajnos, azt hadd tegyem hozzá itt a felejthetetlen éjszakához, hogy bizony, tehát ráadásul, tehát egy ilyen bármilyen, tehát nem csak az, hogy a produktív, tehát a termékenységet befolyásolja, hanem hogyha ilyenkor valaki most azt leszámítva, hogy nem is túl esztétikusak ezek általában, hanem hogyha ilyenkor mégis idő előtt elkezdünk szexelni, fájdalomélmény, és a fájdalom miatt, mert a szervezet már a legközelebbi alkalommal, amikor teszem, azt már el is múlt a probléma, beugrik ez a fájdalom, a férfiaknál erekciós zavarok jelenhetnek meg, az a tipikus, késői magömlés is előfordulhat, tehát erekciós zavarok, a lányoknál meg teljes a tárház, tehát hogy nem vágyik rá, nem nedvesedik, nincsen orgazmus készség, stb. Sőt, akár ennél súlyosabb fájdalomzavarok az együttlétnél. Vaginizmus az, amikor a hüvely körüli izmok így kis bölcsen zárnak, mint az ajtó, tehát azért, hogy vigye magát a nagyobb fájdalommal szembe, tehát itt a medence, fenékizmok és a PC és a hüvelykörnyékizmok. Tehát ennyi mindent lehet, úgyhogy ezért érdemes vigyázni. És itt akkor hozzákapcsolnám, hogyha valaki nem vette volna le teljesen az adást, nagyon fontos, hogy nem csak a terhesség ellen próbálunk védekezni a szex során, amire ugye nagyon sok lehetőség van, nyilván ezt tudjátok ti is, viszont a fertőzések ellen is muszáj védekezni, amire viszont csak az óvszer nyújt megoldást, és mondtad az előbb, ez nem csak a hagyományos szexre vonatkozik, egyre divatosabb az análszex. Így van. Ott, ahogy te is mondtad, kifejezetten fontos, és ez nem csak a heterók, hanem a meleg párokat is érinti. Több szempontból is nagyon fontos az óvszer használat. Amit mondtál, hogy akár maradandó, ezt mi úgy hívjuk, hogy ilyen szexuális zavar, szexuális diszfunkció is előfordulhat. Tehát egyáltalán nem csak a termékenységről és a megtermékenyítésről van szó. És egyébként pedig még itt a kifogásoknál jutott eszembe, hogy mondta, hogy még előtte beszéltünk, hogy ugye sokan úgy gondolják, hogy nem elég is spontán. Ugye? Mm-hmm. Hogy amiatt, mert hogy akkor azt fel kell húzni. Hát könyörgök, tehát adej, bármikor veled lehet. Tehát ugyanúgy, ahogy nekünk van nálunk egy jó rúzs, tehát az óvszer aztán még kisebb és lakosabb és még kisebb helyre elfér. Tehát másik az, hogy szexhez azért remélem, hogy lehúzod a bugyidat. Tehát hogyha azt megszoktad, hogy lehúzod, akkor talán szerintem a le és a föl mozdulatok azért eléggé beidegződhetnek. Erről egyébként nagyon sokat beszéltünk már előző videóinkban is, de szeretném feleleveníteni nektek is, se lányoknak, se fiúknak nem ciki az, hogy a táskádba, vagy a kocsiba, vagy a pénztárcádba legyen egy óvszer. Nem azt mondom, hogy muszáj megtörténnie,
de legyen ott nálad, hogyha úgy alakul, akkor legyen hova nyúlni, és ne legyen az, hogy néztek egymásra, hogy na most akkor... legyen az akadálya, pontosan. Ez ugyanolyan, amit lányoknak szokták ajánlani, hogy mindig úgy indulj el hazulról, olyan fehér neműben, meg mindenben, mint hogyha most a sarkon ott várna téged a nagy őröktől. Tehát ez ugyanolyan, hogy ne ez legyen a hátulütője, és hadd mondjak még egy dolgot, ez egészen kis fiatalabb, hogy mondjuk kamaszoknál lehet hallani, hogy azért hordanak maguknál, mert hogy az divat is, ebben már az úgy néz ki, hogy akkor, mintha ő már szexelt, tehát ettől egy kicsit ilyen nagyzoló is ez a fajta viselkedés, hogy hát nekem minden napján része a szex. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez teljes mértékig így átminősült ilyen értelemben, és teljesen az életünk részévé vált, úgy, mint ahogy zsebkendő van nálunk, vagy mint egy kis tükröz. Fél szóval az előbb említetted, hogy lehetnek mellékhatásai egyéb fogamzásgátlási módszereknek. Normál esetben szerintem az az elterjedt, hogy a gyógyszer az tökéletes, és az mindenre jó. Igen, azért is szoktuk egyébként, főleg a fiataloknál annyira ajánlani az ószert, de hadd tegyem hozzá, hogy volt egy ilyen felmérés, hogy például ugye általában a szexuális felvilágosítást azt a középiskolába szokták tervezni, és ehhez képest az idősek otthonában nagyon nagy arányú, így a szexuális úton terjedő betegségek, hát mondhatni idejük már volt rá, hogy összeszedjenek mindent, és előtt általában sokat éltek egyedül, és amikor így összeereztenek, ennyi, csinos, ellentétes neműt, hát bizony, úgyhogy felülíródott a dolog, és ott is szükség van így a felvilágosításra. És akkor csak egy pillanatra, anélkül, hogy most itt a végig sorolnánk, hogy miért mondjuk azt, hogy a fiatalok esetében nagyon fontos, ugye hát alapul változik a szervezet. Mm-hmm. Ilyenkor egy gyógyszerrel, vagy bocsánat, egy gyógyszerrel belenyúlni, tehát a lányok esetében nagyon sokszor panaszkodnak arról, ugye, tehát akár a hízás, akár a görgyógyászat, de ebben én nem is mennék bele, mert nyilván ebben már egymással versengenek a gyógyszercégek, hogy minimalizálják a mellékhatásokat, amit viszont még nem sikerült ki. Hogy is mondjam, tehát, hogy kizárni, nagyon sok esetben, és erről számos tudományos cikk is van, hogy a gyógyszer viszont oké, hogy könnyebb felszabadultabb a szex, most, hogyha a szexuális úton terjedő betegségeket leszámoljuk, viszont elviszi a vágyat. Tehát szex az lehetne, de ki a fenének van kedve hozzá, tehát, hogy ez a baj, hogy a női vágyat, a libido, ahogy mi pszichológusok nevezzük, ami az életösztön, életenergia, egy kicsit így az életörömnek is a szinonimája, hogy az bizony mindenért megy. Így van. Egyébként ezt az előbb beszéltük már, hallgatok egy podcastet, ami pontosan ilyen témákat dolgoz fel, és ott is annyira sokan mondják, hogy elkezdték már, hogy menstruáció miatt, fájdalmak miatt, stb. És egyszerűen elment a kedvük tőle. Ez pontosan így, ez nagyon gyakori probléma, és fel van sorolva a mellékhatások között. Én világéletemben azt mondtam, hogy soha nem fogok elkezdeni szedni gyógyszert. Azok a mellékhatások, amik lehetnek, nekem nem érnek annyit. Ez nagyon egyénfüggő egyébként. Tehát, hogy van, akinél megjelennek, ez ugyanolyan, mint a latex allergia. Ugye, hogy sokan mondják azt, hogy hát azért nem. A nagy kifogás. Igen, de ez annyira minimális egyébként, tehát ezzel a legkönnyebb, ma már olyannál válik lassacskán, mint a gluténérzékenység, hogy már szinte mindenki jellemezhető vele. Tehát, hogy így ez a kifogásként, de gyakoriságban ez olyan nagyon ritka, és ma már annyira sokféle van, és annyira, tehát erre odafigyelhetek, hogy rengeteg latexmentes ószer van, úgyhogy ha véletlen ti vagytok az 1%, tényleg allergiás rá, erre is van megoldás. Így van, és még egy dolgot itt beszéltünk, ugye, hogy az, hogy van, aki mondjuk, hogy mennyire bízunk meg a másikban. Igen. És itt két dolog is ott is említenék, tehát van, aki az utolsó pillanatban lehúzza az ószert. Bevallom nektek, ezt nem tudom definiálni, ez szerintem annyira beteg már, elnézést, hogy ezt én mondom. Tehát, hogy nyilván, tehát, hogy ez valahol a másiknak a bizalmával való visszaélés, és most miért jó az, hogyha azt kockáztatja, hogy a másik ilyen értelemben abortuszra kelljen mennie például, vagy akár azt, hogy ő saját maga elkapjon valami olyan súlyos betegséget, és itt egyébként még a HPV-ről nem beszéltem, de hát ott azért konkrétan a daganatos megbetegedések is, lányok, és sőt elárulom, hogy újabban már férfiak esetében is Amerikában nézték ezt. Úgyhogy az, és érdekes ez a bizalmi dolog, hogy úgy gondoljuk, én pont nemrég gondolkodtam rajta, hogy egy kicsit úgy vagyunk vele, mint a maszkaszt.
használattal. Uh-huh. Attól, hogy valaki kedves, szimpatikus, közel áll hozzám. Tehát hogy ettől már úgy gondolom, hogy ő biztos, hogy nem covidos, mert már pedig lehet. Míg viszont, hogyha valaki, tehát ugyanezt, valahol ezt átvittük az ószer használatra is, hogyha valaki annyira tetszik nekünk, akkor biztos, hogy nem az. És ez azért veszélyes egyébként, mert ugye hát többféle szexuális úton terjedő betegség van. Ebből sokféle már úgy nem nagyon, tehát kiváltképp, amióta, hogy is fogalmazzak szépen, tehát a nemi szerveinknek a nagyjából a hónunk aljára hasonlít olyan értelemben, hogy egy szőrszálat se lehet rajta találni, és még a légy is fenékre esik, tehát ő annyira gyönyörű, szép, sima. Hát így van, tehát ezért mondjuk az ilyen régebbi típusú dolgok, amiket még így mutattak, tehát azok már nincsenek, hanem most viszont ugyanakkor, tehát vannak a bakteriális, meg a virális, és hát pláne ezt a mai időszakban aztán nagyon tudjuk, hogy a baktérium a kellemgyógyszer, viszont a vírus, hogyha bekerül a szervezetbe, akkor az marad, és ide tartozik, ugye, amit mondtam, a HPV, ide tartozik hát a HIV vírus, ami viszont egyáltalán nem igaz, hogy csak a melegeknek, hanem ugyanúgy heteroszexuálisoknak, sőt, még akár a szülő a gyerekéről is átviheti, illetve most ez más-más készítményekkel keresztül, arról most inkább nem szólnék, tehát nem szexuális érintkezéssel, hál' Istennek, ezen kívül pedig a hepatitis, illetve hát a herpes vírusok, amik pedig ugyanúgy egy visszatérő dolog, és elsősorban stressz esetében belobban. Jó, de hagyjuk is ezt a sok tűnye, ilyen szexuális úton terjedő betegséget, mert pont egyébként ez a szexuálpszichológia lényege, hogy pont ne erről beszéljünk, és ezért fontos az obszer, hogy ne kelljen erről beszélni. Tehát, hogy ilyen szempontból ne ez legyen a téma, meg hogy mekkora bizalomvesztés az ugye az. Nagyon lerövidítve, a lényeg az, hogy ha iszonyatosan bele vagytok esve valakiben, és nagyon-nagyon szeretnétek, hogy megtörténjen, akkor is használjátok obszert, mert sose tudhatjátok, főleg nyilván, hogyha először vagy valakivel, akkor még nagyobb erre a veszély, úgyhogy vigyázzatok magatokra, használjátok obszert. És hogy felejthetetlen élményé váljon, de pont a felszabadultság miatt. Azért, mert azért nem kell, azért viselkedhetsz úgy, és nem kell stresszelni, tehát egy stresszfaktor belőle már kioltható, és egyébként a franciák jól, vagy francok. Tehát azoknak vannak olyan obszerreklámaik, hogy így ránézel, és ilyen hú, tehát ez a már is bizseregsz tőle. Tehát, hogy igazából az obszer ilyen szempontból pont annak lehet a szinonimája a felszabadult együttlétnek, hogy ez nem probléma, és ettől úgy adulsz, és pontosan ez a bármilyen, ez a hullámzó, ez a tényleg ilyen nagyon egységélmény, és hogy ez a szex pozitivitás, ami olyan értelemben, hogy egy pozitív viszonyulás a saját testedhez, a másik testéhez, és egyáltalán az együttléthez, mert tényleg a világ egyik legcsodálatosabb dolga. Milyen szép gondolattal zárjuk ezt az egész videót. Ennyi lett volna igazából ez a videó, és nagyon gyorsan elszaladt. Nekem nagyon tetszett, remélem, hogy nektek is tetszett, hogyha igen, akkor képzeljétek el, hogy a Krisztának van egyébként egy saját csatornája, amit itt is láttok, leteszem nektek a leírásba, hogyha bármilyen kérdésetek van hozzá, akkor ott keressétek nyugodtan, de ha esetleg szeretnétek, hogy ide is visszajöjjön, és beszélgessünk még valamiről, azt is jelezzétek nekünk, nem sokára jelenik meg új könyvvel, igaz? Így van egyébként pontosan, tehát nagyjából nyár elejére tervezzük a fiataloknak szóló könyv, de hát aki meg nem szeret annyit olvasni, és köszönöm a kérdést, annak pedig hát ezért jó ez a YouTube csatorna, mert így tematizálva, és úgy egyáltalán mindenféle témáról van szó, és egyébként meg az a neve, hogy szexkluzív, azt, hogy tehát csak a szexről van szó, exkluzívan, és teljesen anonim módon lehet itt olyan információhoz jutni, mert hogy tényleg igazából, úgyhogy ne pironkodjatok, hogy valójában ugye mivel foglalkozom, hogy nincs ember szinte, akinek élete során valamikor ne találkozna valami olyan, vagy kérdéssel, szorongással, amire pedig így ilyen szempontból ez ott van, teljesen ingyenesen és anonim módon. De hogyha összeírunk milyen kérdéseket, mármint hogyha kapok tőletek, akkor nagyon szívesen jövök ide is. Köszönöm szépen neked is, nektek is köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az enyém és a Krisztina Instája is lent lesz a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, neked is köszönöm szépen, még egyszer. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!